Tamásiban a Rászoruló Gyerekekért Alapítvány támogatja a szociálisan gondokkal küzdő gyermekek családban történő nevelését, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében is segítséget nyújt. A kuratórium alapítványát három fő önkormányzati delegált, dr. Révész Otto a kuratórium elnöke, Juhász Slatter Bernadett tag és Balassa Zoltán én tag vagyunk. Hozzánk csatlakozik három intézmény delegáltja, a Vürc Ádám Általános Iskola delegáltja, a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium delegáltja és a Vályi Péter Szakképző Iskola delegáltja, és a munkánkat segíti az önkormányzat részéről az aljegyzőasszony Lidia. Kétszer ülünk össze egy évben, egyszer egy tavaszi és egy őszi időszakban. Az intézmények delegáltai hozzák azokat a támogatandó gyermekek névsorát, akiket támogatni szeretnénk, akkor egy ilyen kuratórium is úgy zajlik, hogy minden intézmény föl elmondja, hogy kik azok a támogatandó diákok, akiket szeretnének támogatni, milyen támogatást szeretnének, és a kuratórium egyhangú szavazattal szokott dönteni. Alkalmanként 50-60 diákot támogatunk, a tavalyi évben például durván 100 diákot támogattunk 1.440.000 forint értékben. Hát ez nagyon sokféle támogatást jelent, lehet egyszerűen egy élelmiszer támogatás, például nagyon sok gyereknél sajnos problémát okoz az ebéd befizetése, nagyon sok gyereknek ruhára van szüksége, de egyre több az a probléma, hogy nem tudnak részt venni a kirándulásokon, az osztálykirándulásokon, az osztálypénzt kell beadni, ezeket támogatjuk. De nagyon sok olyan támogatás volt, ami a nyelvvizsga támogatása volt, vagy tankönyv támogatás volt, vagy például sok esetben támogattunk erdei iskola támogatásokat, vagy hát erdei iskola belépőket. Azon kívül volt néhány extra támogatásunk is, volt egy olyan kisfiú, aki nagyon nehezen tudott írni, és így az írásbeli beszámolóit nem tudta megtenni, ezért egy laptopot kapott, és a laptop segítségével tudta dolgozatokat beadni. Vagy volt egy olyan kisfiú, aki mozgásában korlátozott volt, és hogy a mozgását segítsük, egy ilyen tornagép, mozgatógépet kapott. Most pedig, hogy a pandémia ideje volt, így egyre jobban megnövekedett az igény, hogy online oktatáson vegyenek részt, és azokat a gyerekeket, ahol nagyon tehetséges, okos gyerek, de szülők nem tudják támogatni, ebben az évben 3 laptoppal támogattuk. Az alapítvány, amely azon munkálkodik, hogy a városban ne legyenek nélkülöző gyerekek, többféle forrásból gazdálkodik. A tavalyi év egyik legnagyobb adománya a városban működő húsipari cégtől származott, mely több millió forinttal alapozta meg az idei támogatások összeget. Évente az önkormányzat részéről durván egy 300.000 forintos alap támogatást kapunk. Azon kívül van az önkormány és az alapítványnak egy alaptőkéje, ami nem nagy alaptőke, egy milliós nagyságú alaptőke. Annak most már a kamatai sajnos elfogytak, de régen például voltak a kamatbevételek. Az úgynevezett kulturális műsor, ami évente egyszer elő szokott fordulni, tavaly sajnos elmaradt, a művelődési központban tartják ezt a kultúrműsort, ennek a bevétele, ezen kívül pedig vannak az SZIA-ból befolyó bevételek, amit magánemberek adnak. Az lett meg, hogy már az osztálypénzre sincs pénz, hogy élelmiszerre sincs pénz. Tehát régebben azért az volt a jellemző, hogy valami egyéb kulturális programra adtunk pénzt, vagy akár a nyelviskolára, vagy még egyszer bemítettem az erdei iskolára. Most inkább ezek a támogatások vannak. Volt olyan, hogy a pedagógus fölhívta a szülő figyelmét, hogy lehetőség van egy ilyen támogatásra, és a szülő nem élt vele, de nagyon sok esetben volt olyan, hogy a pedagógusok jelezték a szülőknek, hogy ezt használják ki. És nagyon sok olyan testvérpár kapott, és folyamatosan is kapott támogatást, akik enélkül nagyon sok mindentől elestek volna. A közalapítvány 3 évtizedes fennállása alatt sok fiatal életét segítették, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkájukra egyre inkább szükség van. Azt gondolom, hogy nem csak ránk, hanem azokra a támogatókra is, akik eddig segítették a munkánkat. Mi, mint kuratóriumi tagok, természetesen továbbra is rendelkezésre állunk, és én azt gondolom, hogy a következő évre minden további nélkül tudunk segíteni a gyerekeknek. Mi úgy fogadjuk a támogatásokat, olyan történt már nagyon sok, hogy engem megkerestek azzal, hogy tudják, hogy a kuratórium tagja vagyok, és hogy szeretnének támogatást nyújtani. Van az alapítványnak egy bankszámlaszáma, erre lehet támogatást adni.
És hogyha most így lehetőségem van, akkor én fölhívom arra a figyelmet, hogy most itt az évvége közelettével a jövő évi, tehát az idei évi adóbevallás kapcsán az alapítványnak ajánlják fel az 1%-ukat, és ezzel is tudják segíteni a más diákokat.